Szülővárosában, Birminghamben rendeztek kiállítást a Black Sabbathnak. A heavy metal úttörőjének számító zenekart 1966-ban alapította az angliai városban Ozzy Osbourne, Tony Iommi, Geezer Butler és Bill Ward. Geezer Butler szerint azért fogtak bele ebbe, mert más életet akartak, mint az ott élők. Az apámnak 7 gyereket kellett eltartania, heti egy 20-asból, és egy aranyozott órát kapott, amikor nyugdíjba ment. Én nem ezt akartam csinálni, mondta Geezer Butler. Az a környezet, ami körülvett minket, ahol éltünk, ahol dolgoztunk, az segített megtalálni a saját hangzásunkat, mondta Tony Iommi. A most nyílt kiállítás a Black Sabbath több mint 50 éves munkássága előtt tiszteleg. A bemutatott tárgyak között számos zenekari emlék, a tagok saját fellépési kellékei és személyes tárgyai mellett hanglemezek és rajongóktól érkezett relikviák láthatók. Az egyik legfontosabb bemutatott tárgy egy egyedi Harley Davidson motorkerékpár, amit a zenekar egyik rajongója készített. A frontember Ozzy Osbourne-t 1979-ben kirakták a zenekarból, a Black Sabbath 2017-ben oszlott fel véglegesen, ám egy későbbi újbóli összeállást egyelőre nem zárt ki a zenekar. 4 helyi srác voltunk a birminghami Astonból. Sikeresek lettünk, és ezt nem lehet megvenni, főleg manapság, nem mondta Ozzy Osbourne. Ennek hatalmas hatása volt világszerte, a rajongók szeretik, ami folyamatosan változik, mondta a kiállítás kurátora. A Metal Otthon a Black Sabbath 50 kiállítás szeptember 29-éig látogatható Birminghamben.